Jelenleg a Tokaj-Bodrogzugi Tájvédelmi Körzetnek egy, hát mondhatom nyugodtan, egy ikonikus helyén vagyunk, ez a Zsarógát nevezetű hely. Ez a vízitúrázók körében egy közismert megállóhely. Maga a Zsaróér az a Bodrogzugnak egyfajta ilyen ütőere, ezen jut be a víz, illetve ezen is jön ki. Egy hatalmas nagy rétség. Ugye a rétség az egy nyílt vizekkel, rétekkel, bokrosokkal, erdőkkel tarkított táj. A Varázslatos Magyarország által szervezett önkéntes csoport érkezett ma hozzánk, hogy gyakorlati természetvédelmi feladatokat végezzenek. Az ember akkor tud élni, hogyha egy megfelelő környezet veszi körbe, vagy egy légüres térbe, egy szemétkupacon soha nem fog tudni élni. Nagyon fontos, hogy egy ilyen aktív, cselekvő munka közben ismerik meg magát a problémát, és kicsiben, de ők is hozzájárulnak az orvoslásához. És ez lelkileg is fontos egy felnőtt embernek is, hogy úgy fekszik le, hogy igen, én tettem ma valamit a természetvédelemért. Olyan területeken, ahol természetes módon nem alakulnak ki a fákban a madarak fészkelésére alkalmas odúk, ott segíthetünk számukra mesterséges odúk kihelyezésével, és ezt végezték az önkéntesek itt most a napnak a második felében. Gyermekeket fogunk ezekre az odútelepekhez hozni, és itt egy közös munkával a gyerekek megismerik ezeknek a madaraknak a fészkelési szokásait. Az, hogy a természetet óvjuk bármilyen egyszerű módszerrel, az mindenképpen megtérül majd. Lehet, hogy nem a mi életünkben, hanem a gyerekeink vagy az unokáink életében. Én fontosnak tartom ezt. Egyre többen mennek ki, és keresik a lehetőségét annak, hogy értelmes módon tudjanak részt venni a természeti értékeink védelmében.